Hét felnőtteknek szóló bemutatót tartott a 2021-2022-es évadban a Tatabányai Jászai Mari Színház. A koronavírus járvány már az előző szezonra is rányomta a bélyegét, a közönség azonban kitartott, sőt egyre többen döntenek úgy, hogy megújítják bérletüket, hangzott el az évad záró társulati ülésen. Csomó minden ilyen csiki-csuki játék volt, el kellett tolni bemutatókat, beugrásokat kellett csinálni, el kellett hagyni bemutatókat, kettőt most fogunk majd idén pótolni, tehát azért foglaltam én ezt így egybe össze, mert ez az egész történet talán majd most fog bizonyos értelemben véget érni, és végre egy normál évadot tudunk kezdeni, ami most előttünk áll. Tehát ez nehézségekkel teli volt, de mind a társulat, az összes dolgozó és a közönségünk is úgy érzem, hogy bizonyított türelemből és szeretetből, és talán ez a legfontosabb. Ennek a közönségdíj talán az egyik legszebb bizonyítéka. A publikum szavazatai alapján Székely Csaba 10 című drámája lett az évad legjobb előadása. Néző Kardos Robert. Az évad legjobb színésze címet Kardos Róbert érdemelte ki, akit a most záruló évad 5 bemutatójában láthattak a nézők. Egy más vidéki nagyváros életében a színészek általában ott élnek, és van kapcsolatuk ilyen módon napi kapcsolatuk a városlakókkal. Itt ez fájdalmasan hiányzik, ez nekem például rettenetesen hiányzik, de egyszerűen ilyen az életformánk. Úgyhogy ezért aztán különösen nagyon jól eső és nagyon fontos ez a visszajelzés. A legjobb színésznőnek járó közönségdíjat Danis Lídia kapta, és a társulat szintén neki ítélte oda az évad legjobb női alakításáért járó Jászai Gyűrű díjat. Ő is 5 bemutatóban szerepelt a 2021-2022-es évadban. Nem állítanék valamiféle rangsort, de az, hogy Guelmino Sándor rendezésében a 10-ben megfogalmazhattam egy olyan gyereklány sorsát, aki egyszerűen rossz helyre született, és akár jobb sorsra is érdemes lett volna, de egyszerűen az élet nem ezt adta neki, az egy nagyon fontos dolog volt. Tehát azt érzem, hogy ebben az évadban esztétikumon és szórakoztatáson kívül olyan dolgokat tudtam mondani a világról, a darabok által, amelyek számomra nagyon fontos társadalmi kérdések. A legjobb színész kategória győztese Dévai Balázs lett, aki 4 új előadásban is színpadra állhatott. Idén először adták át a Jászaiért díjat, amelyet Kornéli Mária produkciós asszisztens vehetett át odaadó önzetlen munkájáért. Köszönöm.